Kedveseim, szeretettel köszöntelek benneteket Isten az Anya Szent Egyház és a magam nevében is. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele újra ad nekünk egy olyan alapigét, amit nagyon meg kell értenünk és követnünk. Hiszen nem teszem a jót, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. A rosszról van, a bűnről van, tehát itt szó Szent Pál apostolnak a levél részletében, és itt azért kell nagyon figyelnünk rá, mert Szent Pál gyerekkorától tanulta a rabbik tudományát, nem csak az írás-olvasás tudományát, hanem mindent, ami a zsidóságnak nagy kincset jelentett, az úgynevezett Mózes törvényét. A törvény azt mondta meg, ha megteszed, amit a törvény parancsol, az tetszik Istennek, az jó, ha pedig nem tartod meg a törvényt, akkor vétkezel. És a zsidók azt gondolták, hogy azóta lehet csak az embernek ilyen érzése, hogy a törvény megjelent, akkor tudatosodott bennük az elf, hogy a törvény szabja meg, hogy mi a bűn és mi a jó. És éppen ezért Szent Pál apostol is ehhez a fölfogáshoz ragaszkodott, hiszen a tanítványok általában átveszik a mestereknek a gondolatvilágát. Később azonban rádöbbent arra, amikor már Jézus tanítványa volt, hogy nem a ridák törvény, ami igazgatja a világot, hanem Istennek a legfontosabb törvénye a szeretet törvénye, és az már egészen más színben tünteti föl, nem csak a tanítványoknak, hanem mindenkinek a szemében Isten rendelkezését. A zsidók törvénye, tehát a mózesi törvény nagyon szigorúan megparancsolta, mi az, ami Istennek tetszik. Ez a törvény, amiről Szent Pálnál beszélünk, a Sínai hegy lábánál kihirdetett 10 parancsolatnak a különböző kibővítéseit jelenti, de elsősorban magát a 10 parancsolatot. Ez a 10 parancsolat, ami azzal kezdődik, hogy Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj, aztán sorba jönnek, ismerjük 3 parancs Isten felé való viszonyunkat rendezi, a többi 7 pedig az embereknek egymás iránti, vagy hát emberi vonatkozásokra ad nagyobb rátekintést, és állapítja meg, hogy mi az, ami jó Isten előtt, mi az, ami nem felel meg Isten gondolatvilágának. Azt gondolták a zsidók, hogy ők kapták meg Istentől ezt a törvényt egyedül. És Szent Pál apostol vizsgálódásai során rádöbbent arra, hogy igaz, hogy itt van a törvény kőbevésve a 2 kőtáblára, de azt is rögtön megértette akkor már, hogy azok, akik a kőtábla és a kőtáblára írt törvény nélkül éltek, azok ismerték már az Isten törvényeit akkor is, amikor Isten az embereket megteremtette. Mi honnan tudjuk ezt? Amikor Káin, az őszülőknek első fia megnőtt, egyre nőtt benne a rakoncátlanság és a féltékenység is. Akkor, amikor erre rádöbbent, hogy Isten jobban szereti Káin helyett az öccsét, Ábelt, tehát nem az elsőszülöttet, hanem a másodszülöttet tünteti ki szeretetével, nagyon megharagudott öccsére, kicsalta a mezőre, és a mezőn agyonverte egy bottal. Amikor pedig Isten számon kérte tőle, akkor Káin nagyon jól tudta, hogy igenis, én komolyan vétkeztem. És így fogalmazott Káin,
Tehát pontosan reagálva a valahonnan kapott törvényre, aminek ő most nem tett eleget, és azt mondta, nagyobb a bűnöm, semmint, hogy bocsánatot érdemelnék. Tehát tudta azt, hogy az emberi élet szent, ahhoz senkinek hozzányúlni nem szabad. Isten akkor szóban is elismételte neki, hogy az így van. Szent Pál apostol úgy magyarázza ezt a tényt, hogy az fölséges Isten, amikor megteremtette az embereket, Ádámot és Évát, akkor az ő szívük tábláira, hús tábláira írta rá a parancsait. Tehát az emberrel együtt létrehozta a legfontosabb törvényeket, amikre épül az egész erkölcsi rendünk. Akkor, amikor ezt tudomásul vette Szent Pál, akkor figyelmeztette az embereket, hogy addig is volt bűn, amíg nem volt kihirdetve a 10 parancsolat, különben is a többi nép erről a törvényről nem tudott semmit, hiszen ez csak a zsidóknak az igazgatására, elkéletének az irányítására hangzott el, és került írásba. Ez tehát nekünk is nagyon fontos tudnunk, hogy a törvénynek az érvénye nem a sínai hegy alatt kezdődött, hanem az embereknek a teremtése után azonnal. Akkor, amikor az apostol ezt mondja, tudom a törvényt, és mégis teszem a rosszat, tehát valami furcsa ellentét van bennem, ezt feszül, engem arra biztat, hogy tegyem a rosszat valami, ami bennem lakik. És ez a bűnnek a törvénye, ez az embernek az életében igen sok bajt okoz. A zsidóknak a történetéből tudjuk, hogy hiába kötötte meg Isten velük a törvényt, a törvény, tehát hirdette nekik a törvényt, hiába volt az, hogy a törvény kihirdetése után szövetséget kötött a néppel, a zsidóknak a 12 törzsével, és ők fegyelmezetten ott álltak 12 törzs a hegyen szemben, és utána, amikor ez megtörtént, elfogadták a törvényt Istentől, a szövetségkötést, hogy híván szolgálnak, csak neki szolgálnak az első parancs értelmében. Amikor Mózes fölment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel ott maradt, akkor megmondták a várakozást, aranyborjút készítettek Mózes bátyával, Áronnal, és ezt az aranyborjút kezdték imádni. Tehát azonnal megszegték a legfontosabb törvényt, hogy én vagyok a te Urad Istened, csak az Úrnak Istenednek szolgálj. És akkor tehát, amikor ez megtörtént, Mózes lejött a hegyről, látta, mi van, rettenetes haragra gerjedt, még meg se száradt a ruhátokon a vér, amivel az áldozati állat vérével meghintettelek benneteket, hogy kimoshatatlan folt legyen az ruhátokban. Meg sem tudtatok állapodni még az Istentől kapott törvények alapján vele, és már is bálványt imádtok, rettenetes bűn. Tehát van valami az embereknek az életében, ami rosszra csábítja őket. Ismerem a törvényt, tudom, miről van szó, helyeslem is a törvényt, mert az irányítja az embereknek a boldog életét, és mégis azt teszem én is, azt teszi minden ember, ami rossz, ami a törvénnyel ellenkezik. Imádkoznunk kell a kegyelemért. Mindenkinek szüksége van arra, hogy az Isten törvénye, Istennek a szeretet törvénye elsősorban, de a 10 parancsolat úgy önmagában is nagyon kemény alap. Nem szabad az Istent tagadni azért, mert akik tagadják az Istent, azok azért tagadják, mert akkor az következő törvények, mind a 10, feleslegessé válik. Ha nincs Isten, akkor nincs számonkérés, akkor azt tesszük, amit akarunk. Tehát itt kell nagyon vigyázni, mint ha istentelenséggel találkozunk,
hogy ennek a célja mindig az, hogy a többi törvényt hallatlanba vehessék, Isten bántassák nyugodtan. Ezért kell tehát imádkoznunk sokat a kegyelemért, hogy Uram, mindig velünk légy, vigyázz ránk, és a kísértésekben a kegyelmeddel óvj és védj meg minket a rossztól. Köszönöm.